Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy jóslás gyertyamágiával. A gyertyát előkészítettem, beolajoztam, és ezúttal a kék színű gyertyával dolgozunk, és ez utal a kommunikációra. Az a fontos, mit, hogyan közölj másokkal, vagy figyelj oda arra, hogy mások mit mondanak neked. Azon kívül ez a kék szín, ez a gyertya mágia jelenti az égi hatalmat is, azon kívül a belső hangodat, az intuíciódat. Tehát itt is megvan a kapcsolat közted és az égi hatalom között, ez erősíteni fogja a hitedet. Amit még megemlítenék, január 23-án Uránusz bolygó megáll, változtatja az irányt, utána előre halad. Az indiai asztrológia szerint Uránusz bolygó az a kos jegyében mozog, ami utal egy új kezdetre. Azon kívül Ráhu, ez a kármikus csomó, ott van a közelben, jelent szintén változásokat és egy új kezdetet. Uránusz bolygó hatása alatt szintén változásokról van szó, vagy olyan eseményekről, amikor erre nem számítottál, vagy jelenthet különleges kapcsolatokat is. És most rátérek erre a jóslásra. Ez a víz kristály jelenti a valóságot. Itt kiderül most az igazság. Rendeződnek a dolgok. Itt látható még ugyan ez a felhő, hogy valami még átláthatatlan számodra, de ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezt az eseményt. Itt is látható, hogy valami elmúlik, itt van egy kapu, átlépsz ezen a kapun, és lesz egy új kezdet. Előre mennek az események. Itt ez a felhő jelenthet fél évet, és a koporsó a múltat. Gondold át, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, és akkor ez az esemény, vagy ez a kapcsolat lezárul. Itt ez a kristály mutatja, hogy kiderül a valóság, itt tisztázódni fog valami. Sőt, látható, hogy előre mennek az események. Bizonyos dolgok elmúlnak, hiszen az egerek valamit vagy valakit el tudnak távolítani. És ha ez megtörtént, ez a változás, akkor megtalálod a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ennek a kártyának van gyógyító hatása is. Vagy arra is utalhat, hogy van egy elképzelés, az akadályok elmúlnak, hiszen az egerek ezt eltávolítják, és akkor ez az álom megvalósul, hiszen itt a föld eleméről van szó, és a föld eleme jelenti a reális dolgokat. És most bepillantunk a mélybe. Milyen változások várhatóak, hiszen itt valami lezárul, és lesz egy új kezdet. Itt ez a kártya jelenti azt, hogy valami fáj, vagy valaki megbántott téged. Ez az emlék elmúlik, ez a fájdalmas emlék, vagy ez a kapcsolat lezárul. Itt a kezedbe veszed ezt a kulcsot, jelenti a magabiztonságodat, vagy azt is, hogy lezársz valamit, és egyúttal kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, hasonlóan, mint ahogy itt ennél a kártyánál szintén ez látható. Ez a kártya kiesett a csomagból,
És én ezt úgy szoktam elmagyarázni másképp, mint mások, hogy ez a kártya eltávolodik a kártya csomagból, tehát nem játszik szerepet, eltávolodik az életedből, és itt arról van szó, hogy te arra vágytál, hogy legyen egy kellemes meglepetés, amikor találsz valamit az életben, ami értékes számodra. Itt a képen a pénzről van szó, de ennek szimbolikus jelentése van, és ez jelenti azt, hogy valami, ami értékesnek tűnik számodra, hogy találsz valamit az életben. Mivel eltávolodik ez a kártya, jelentheti azt, hogy jelen pillanatban ez még nem következik be, tehát légy még türelmes. Azt is jelentheti a kártya, hogy te úgy gondolod, hogy valami vagy valaki értékes, vársz arra, hogy belépjen az életedbe, de itt más értékekről lesz szó, lesz egy új irány, ezért ez a kártya jelenleg eltávolodik tőled. Az is lehet, hogy itt nem valódi értékekről van szó. Itt a koporsó lezár valamit. Ez lehet egy olyan helyzet, ami olyan hirtelen jön, amire nem is számítottál. Lesz egy új irány, vagy egy meglepetés. Ez a koporsó jelenthet egy bizonyos helyzetet, ami eddig nem ment előre. Minden olyan nyugalmas volt, nem volt mozgás. De ez megváltozik, hiszen a kártya eltávolítja ezt az időszakot. Sőt, ez a kártya el tudja távolítani a fájdalmas emlékeket is. És akkor érezhető a hold hatása. Ez jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket. De a hold jelenti az álmokat, az elképzeléseket is. Én úgy mondanám, hogy a múltban is voltak elképzelések, de nem történt semmi. Úgy minden megállt, minden olyan átláthatatlannak tűnt. Sőt, valaki megbántott, megsértett téged. Ez az időszak most elmúlik, hiszen a kasza ezt elvágja, lezárja ezeket a dolgokat, és akkor újra érezhető a hold energiája, jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. A felhő az jelenti azokat a dolgokat, ami átláthatatlan. De jelenti az időt is, fél évet, vagy a múltat, vagy a jövőt. Itt lesz a jövőben egy kellemes meglepetés, egy jó hír. Ez a virágcsokor jelenthet ajándékot is, vagy jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy kreatív tevékenységet. Itt a gyermek az utal egy új kezdetre. De ez a kártya a feje tetejére állt, tehát jelen pillanatban még nem ez az időszak jó ahhoz, hogy indíts egy új kezdetet, hanem légy még türelmes. Lehet, hogy van ez az elképzelés, hogy lesz egy meglepetés, azonnal egy új kezdet. Ez a kártya eltávolodott. Ez a gyermek, ami jelenti az új kezdetet, fordítva van a kivetésnél. Tehát itt megvan az irány, megvan ez a terv, megvannak a lehetőségek, de légy még türelmes május hónapig, mert ez a virágcsokor szimbolizálja a tavaszt, különösen május hónapot.
De azért legyen meg a bizalom, hiszen az irány fontos, és az irány az jó. Vannak jó tervek, vannak jó elképzelések. Minden útban van. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, tehát pénz jön a házhoz, lesz nyeremény, útban van hozzád. A halak jelentik az értékeket is, mi vagy ki értékes számodra, útban van hozzád, itt előre mennek, folyamodnak az események, de mivel jelen pillanatban ez a kártya eltávolodott, erre még várnod kell, légy még kicsit türelmes. Az egerek el tudnak távolítani valamit. Itt látható, ez a ház utal az otthonodra, vagy a családi kapcsolatokra. Az lehet, hogy tervezel itt valamit, ez lehet egy költözködés, vagy valamit szeretnél megváltoztatni az otthonodban, vagy változtatni valamit a családi kapcsolatokban, de légy még kicsit türelmes, mert jelenleg az egerek eltávolítják még ezt a lehetőséget, és a nap jelenti a tavaszt, a nyár kezdetét, amikor meleg van, kisüt a nap. Légy még kicsit türelmes, mert úgy pár hónap múlva tudsz itt kiépíteni valamit. Akkor süt majd a nap, akkor világít meg számodra valamit. Jelen pillanatban az egerek segítenek ugyan abba, hogy az akadályokat eltávolítják, de jelentik azt is, hogy jelen pillanatban egy új kezdet, egy új irány, vagy a változások, amik ugyan meglesznek, de jelen pillanatban ez a döntés még túl korai. És megnézzük a föld energiáját. Itt te állsz a középpontban, ha te egy hölgy vagy. A kutya jelentheti a házi állatokat is, és ez a fa jelentheti a természetet, ami erőt ad számodra, de ennek a kártyának van más jelentése is. Mégpedig, ami a párkapcsolatot illeti, utal a hűségre, tehát itt, ebben a szerelemben, ebben a párkapcsolatban le tudtok gyökerezni. Amit a kutya még jelenthet, ezek a baráti kapcsolatok. Itt is javul a helyzet, hiszen itt ez a fa jelenti a gyógyító erőt, és ez a víz kristály utal a valóságra, kiderül az igazság. Vagy valaki nyíltan beszél veled, hiszen a kártya mágiánál itt kommunikációról van szó. Itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz, és ez a kígyó jelenti a változásokat, megújulásokat, a gyógyító erőt, de ez a kígyó lehet egy hölgy is. Ez a kapcsolat nagyon jó, hiszen ez a hölgy kimondja az igazságot, és a csillagkép az jelenthet egy spirituális területet. Itt van a gyógyító erő is. Azon kívül a csillagkép szerencsét hoz, tehát ez a kapcsolat, ez a kommunikáció ezzel a hölgyel nagyon előnyös számodra. És most maradunk a gyertya mágiánál, aminek van mágikus hatása, és átküldöm számodra ezt az energiát. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, gondolkodj el azon, kivel szeretnél beszélni,
hogy tudnád tisztázni a dolgokat, milyen tervek vannak, ki tud ebben segíteni, mikor legyen egy új kezdet, hogy tudod ezt kiépíteni, és az is fontos, hogy meglegyen még a türelem. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!